nagyon jó minőséget mutat ez a cég. A csomagolásban nem találok hibát, és akkor bontom. Úgy értelemszerűen az lenne a jó, hogyha itt lenne az alja, mert itt a fogantyúja, de nem, fordítva van. Mit tartalmaz a csomag? Nézzük a leírásokat. Egy garanciakártya, egy köszönőkártya, egy leírás, de magyar nyelv sajnos nincs benne. Aha, ez a konzol. Ez egy 220 voltos adapter. Adapterek. Teszem ide. Ilyen jó volt. És rajta is volt takarítókefe. USB. És a szivargyújtó. Aki kocsiba akarja használni, ennek ez a legfontosabb része. A pohár. És ugye ez a doboz, ez kisűrült. És akkor a utolsó maga a gép. Még ez is le van fóliázva. Na, próbálom kicsavarogatni. Ez a vízforraló. Itt fog a víz melegedni. Ez csak simán egy ilyen csúszásgátló. Ide kell betenni majd a tápot. És ugye itt jön ki a kávé, de ugye ide kell behelyezni a kapszulát. Ki miért szeretne? Ez a Nespresso-s kapszula, onnan tudni, hogy ott van egy bevágás, meg ott is van egy bevágás. Ez annyit jelent, hogy ennek van egy negatív darabja, ugye a negatív darabja itt van. Tehát ez a bevágás értelemszerűen összemegy, de közben ott van a negatív része, tehát oda kell beletenni a Nespresso kapszulát, mert ott fog átmenni a cucc. Így. És teljesen jól össze van, még egyszer mutatom. Ugye, benyomtuk. Negatív. Ott az a két kis bevágás. Ennyi. Össze lehet csavarni. És
és nézzük, mi van itt. 5-8 perc, itt hogy mennyit kell várni. Teszteljük le. Ugye 220 volt. Megnyomtam egyszer, hogy melegítsen. Már kezd forni. Jó, melegedik. És már kezd el forni. És bármikor hozzányúlok, akkor elkezdi lenyomni a kávét. És már gőzölög is. Vissza is csukom, mert mindjárt elkezd. Már hallom, hogy forr. És automatán bekapcsolt. Gőzölög. Tehát én nem nyomtam meg semmit, magától bekapcsolt. Milyen szép habot csinál. És nézzük meg, ki is kapcsolt. Arra vagyok kíváncsi, hogy a vizet leszette. Van még benne, ez egy kávé, ez 20 ml, kicsit túl is tolta lehet. A mobilitás jegyében azt kell mondjam, hogy jó, a Nespresso kávéfőző kapszulás gép az egy kicsivel
icipicit krémesebb, de lehet, hogy azért, mert 19 bar nyomás, 15 bar helyett, nem tudom. De hogyha azt mondom, hogy kocsiba ülök, és 4 óra van délután, nyáron, akkor tök jó meginni egy kávét, és most nem mondok ilyen gyorsértelmi kávézókat, de 600 forint egy ilyen megállok. Fogyasztható. Óra kell bedugni a szivargyújtót. Feltöltöttem ellennel, vízzel, bocsánat. A Jurassic Parkban megjelennek a kis toltok. Utána benyomtam a meleget, és elkezd forni. Kicsit a kávét.